nehéz lesz, mert felírtam magamnak néhány vázlatpontot, hogy mi az, amiről szeretnék beszélni, de onnantól kezdve szerintem fog majd módosulni ez a program. Tudomány kommunikációról fogunk egy kicsit beszélni, és szerintem egy tök jó megközelítés lenne az, hogy hogyan beszéljünk tudomány kommunikációról. Főleg olyanoknak, akik nem feltétlenül ezzel foglalkoznak. Az első gondolatom az az volt, hogy majd előveszek kommunikációs modelleket, hogyan működnek, ezt majd ilyenekről szó. És azok mentén fogok végigmenni. Elemzek majd néhány nagyon-nagyon félrement, vagy talán csak kicsit félrement kommunikációs, tudomány kommunikációs modellt, az információ deficit modell, és ennek keretében fel fogom építeni az egész előadást. Viszont azt kicsit később úgy gondoltam, hogy azért többnyire vegyészek vagytok itt, ugye? Vegyészek, biomérnökök, stimmel? Oké. Van-e köztetek bölcsész, akkor így kérdezem. Most ez a mutatás, ez vagy az volt, hogy ő az, vagy te bölcsész vagy. Szuper, nagyszerű. Szóval gondolom azért sokaknak nem erre áll rá az agya, erre a témára így este hétkor. Másrészt az információ deficit modellt viszonylag röviden össze lehet foglalni. 80-as évek közepén a Brit Royal Society rájött arra, hogy úristen, az emberek szinte semmit nem tudnak arról, hogy hogyan lehetne racionális döntéseket hozni komoly témákban, egészségükben, környezetvédelemben, még pártra szavazzunk, stb. Ilyesmi témákban. Úgyhogy neki kell állni annak, hogy ezen a dolgon változtasson. Az ötlet az az volt, hogy az emberek hogyan hozhatnának döntéseket akkor, hogyha nincsenek az információ birtokában. Tehát minden kutatóintézet csak ontsa magával a sok információt, majd a köz megtanulja, hogy mire kell alapozni a döntéseit. Hát nem megyek bele nagyon ennek a modellnek a kritikájába, szerintem ha abba belegondoltok, hogy az interneten lényegében minden információ elérhető, amire csak szükségünk lehet, és mégis mennyi hülye van a világban, szerintem ez szépen jelzi, hogy megbukott a modell, vagy legalábbis finomításra szorul. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt a témát el fogom vetni. A másik az az, hogy a saját tapasztalataimon, karrieremen keresztül fogom megvilágítani a különböző aspektusokat. Ennek viszont az a hátránya, hogy nagyon nem szeretek így kötetlenül magamról beszélni, mert bármennyire is nehezen lehet elhinni, elég zárkózott vagyok, és introvertált, úgyhogy nem szeretek annyira magamról beszélni. Úgyhogy gondolkodtam, hogy a kettő közül még alapján érjük el az előadást. Aztán tegnap előtt levittem a kutyáimat sétálni, ilyen reggel 7 körül, és pont egyszerre értünk oda egy kivasalt döglött sündisznóhoz, a én és a kutyáim, illetve egy kisgyermekes anyuka. A kutyáimat azt gondolom nem kell mondani, hogy egy döglött sündisznó milyen hatással van egy kutyára, tehát gondolatai körülbelül azok lehetnek, hogy egyen meg, vagy nem peregjék bele, tehát ezen a két, a spektrumnak ezen a két végén változik a kutyák gondolkodása. Kisgyerek meglátta a döglött, kivasalt sündisznót, felcsillanó szemekkel próbált oda menni, lehet, hogy neki is ezek fordultak meg a fejében. Minden esetben látszott a csodálat az arcán, hogy úristen, egy döglött sünni. Lehet, hogy meg se tudta fogalmazni, hogy mi. Szerintetek, ilyen bölcsiskorú lehet-e? Szerintetek az anyukának mi volt a reakciója? Jó, zene nyúj, úristen fúj. Nem. Gyere már el késünk! Ha most egy amerikai bestseller könyvet szeretnék írni, akkor biztos, hogy lenne egy fejezet a döglött sünn modellről, mert ez nagyon szépen, ezt tényleg most találtam ki, tehát hogy ez nem ez a standard szövege. Rengeteg bestseller könyvet tudnék írni egyébként ezen a módszerrel, viszont nagyon jól mutatja azt, hogy az egész szereplők mennyire eltérően gondolkodnak annak függvényében, hogy éppen milyen helyzetben vannak, milyen előzetes tapasztalataik vannak, stb. Tök más környezetben volt a kisgyerek, aki innen szemléli a világot, tök más környezetben volt az anyuka, aki onnan fentről. Az anyukának ugye volt egy prekoncepciója arról, hogy mi az, hogy elkési, tudja ennek a következményét, megfelelően ingerült volt, a gyerekben semmilyen nincsen. Őt soha nem érte retorzió amiatt, hogy az óvodában egy kicsit később esett be, nem tudja, hogy ez mit jelent, az elkésni egyenlő anyaideges. Nem egészen ebben szeretnék mélyebben belemenni, de arról beszéljünk egy kicsit, hogy onnan közelítjük inkább a tudománykommunikáció kérdését, hogy ki az egyes szereplő. És nagyon szeretném, hogy ebben segítsetek nekem. Az egyik kedvenc ábrám következik.
Ja, igen, ilyen klasszikusan kétával, amely táblával szeretnék itt dolgozni a nap során. Tehát itt van ez a két diszjunkt halmaz, de nem egészen ezt a célt szolgálja ez a két tör. Kinek van tippje, hogy mi lehet? Két tojás, nagyon jól szeretem ezeket a felvetéseket. Nincsen rossz válasz, így életleg nem helyes. Rendben van. Kinek van más tippje, hogy mi lehet? Nyelvtanórára gondoljatok vissza. Biztos láttátok már ezt. Shannon Weaver modellként jellemezték, talán szerepelt is a nyelvtankönyvekben. Nagyon-nagyon leegyszerűsítem ezt a modellt egyébként. Tehát minden kommunikációnak az alapja, hogy kell legyen valaki, aki az információt átadja, és kell olyan, aki ezt nem tudom mérivel jelöl, de jelöljük ível, és kell egy olyan, aki ezt az információt veszi, akkor klasszikusan jelöljük ível, hogyha már úgyis a halmazokat dobtam be az előtt. Tehát az I az információ adója, a J pedig az, aki lenni fogja. Ez lehet egy beszélő, lehetek én ebben az esetben, aki előadást tartok nektek. Most nem megyek bele a különböző szakaszaiba ennek a modellnek, a prekommunikációs szakaszba, a különböző turbulenciákba, a csatornában, meg minden egyéb, majdnem mondtam valamit, tehát minden egyéb mélyebb értelmezési kérdésekben. Viszont az nagyon fontos, hogy kettő szereplő mindenképpen kell, minimum, és kettejük között ki fog alakulni valaminek viszont. Hogy ez csak oda megy, vagy oda-vissza, azt lehet elmezni. Viszont, hogy ez miért nagyon fontos? Azért, mert bármilyen kommunikációról beszélünk, nagyon fontos, hogy mind a két szereplőnek megértsük a szerepét. Milyen minőségben vannak ott, milyen minőségben kommunikálnak, milyen minőségben veszi az információt az, akihez el szeretnénk juttatni, vagy egyáltalán eljut az információ, vagy nagy Isten, elmegy valamelyik másik irányba. Ki tudja, milyen jelek, zavaró jelek vannak a csatornában, átjut-e, stb. Ennél egy picit menjünk bele mélyebben ebbe a történetbe, hogy hogy is néz ki ez a dolog. Van-e valakinek tippje arról, hogy mi az, hogy tudománykommunikáció? Bármi ötletet nyugodj. Ja igen, ezzel lehet még lefagyasztani a közönyi, mondjatok valamit. De a tojásos példából kiindulva szerintem ez menni fog. Mi kell a tudománykommunikációhoz szerintetek? Tudomány. Tudománykommunikációban. Kicsit bölcsész területre fogok majd elmenni. Definíció alkotások azok szuper jó dolgok. Nézzük az elemeket. Kell hozzá a tudomány. Hát. Kell hozzá tudós, ezt mondta valaki? Igen, kellene tudósok. Jó. Nevezzük őket. Jó? Ki kell még hozzá? Kommunikáció. Kell hozzá kommunikáció. Nagyon jó. Oké. Okay. Hát még? Milyen platform, ahol közlik az eredményeket? Kell hozzá valamilyen platform, ahol közlik az eredményeket? Szuper. Célközönség. Kell egy célközönség. Nagyon jó. Kiállok ide, nincs itt senki, a tudománykommunikációról szeretnék beszélni. Szuper. Tehát kell egy közönség. Ugye, ő az I, ő a J itt ebben az esetben. Ezt már is fel lehetett szintézni. Kellenek eredmények, kell valami, amit kommunikálni tudunk, ez nagyon fontos, tehát kell az információ, amit át fogunk adni. Tehát kellenek eredmények. Gondolom, itt a kutatási eredményekre... Ki mondta az eredményeket? Gondolom a kutatási eredményekre célzva, nem pedig azt mérjük, hogy mennyire eredményes a kommunikáció, mert az egy ilyen metakör lenne. Nagyon jó, most leghitelesebb forrást felütöm, amit itt megnyitottam a előadás előtt, a Wikipedia tudománykommunikáció szócikke. A tudománykommunikáció egyszerre jelenti a tudomány laikusok számára történő bemutatását. Hát közönség, mondjuk a laikusok. A tudományon belüli kommunikációt, és mindennek a tudományos elméletét. Hát valamennyire azért a címszavakat lehet, hogy lehet hozzáigazítani, tehát akár meg tudjuk itt fogalmazni, hogy a tudósok a tudományos eredményeket a célközönségnek valamilyen platformon el fogják juttatni. De ebből az is látszik, hogy tudománykommunikációban nem csak azt tartozik bele, hogy én a laikusoknak mondok valamit, hanem az is, amikor a kutató, szeretem inkább ezt a szót használni tudós helyett,
Tehát a kutatók egymással kommunikálnak az eredményeiket, kicserélik egymással. Azért szeretem a kutatószót használni, ezt a főnököm mondta mindig a Csodák Palotájában annak idején, hogy a tudós meghatározása, hogy az, aki kutató volt, de már meghalt. Tehát szerintem ebben azért van valami nagyon jó dolog, hogy van valami mélyebb tartalom, de a kutatószót én jobban szeretem használni minden esetre. Szóval, van egy definíciónk, hogy mit jelent a tudománykommunikáció. Felsoroltatok jó néhány elemet, amire szükség van. Nézzük meg inkább azt egy kicsit mélyebben, hogy kik között zajlik ez a kommunikáció, mert azt azért ez itt meg a jét egy kicsit le lehetne részletesebben is bontani. Tehát mondtátok azt, hogy vannak a tudósok vagy kutatók, van valami közösség, ennyi? Ennyiből áll ez a folyamat? Van egy csatorna is. Ki lesz, vagy mi lesz ez a csatorna? Ah, tehát lesz mondjuk valami tudományos újság. Szuper. És hogyan néz neki ez a folyamat? Ha nyilakat kéne rajzolni, honnan hova mennek a dolgok? Én kutatóként publikálom, mondjuk egy tudományos újságba eljut, onnan eljut a célközönséghez, tehát van egy ilyen iránya, de akár lehet egy olyan iránya is, hogy a kutatók publikálják az eredményeiket, amit más kutatók olvasnak, tehát akár lehet egy ilyen, látszik, hogy ez egy nyilv, vagy egy ilyen smiley, na mindegy, szóval, de... tehát, hogy a kutatók önmagukkal is tök jól tudnak kommunikálni és értelmezni az eredményeket. Ebben az esetben persze ők a célközönség, úgyhogy ezt szerintem megkülönböztetem mondjuk egy laikus célközönségnek. Miért nem beszél a kutató közvetlenül a célközönségével? Mi lehet az oka annak, hogy a tudományos újságokra vagy tudományos újságírókra próbálunk támaszkodni ebben az esetben? Mik lehetnek a nehézségek? Mondd! Egyrészt van, hogy beszél, tehát hogy ilyen előadás, hasonlóan az van. Aha. Az, hogy a tudományos újságokban publikálja le, az pedig leginkább az információ tárolás miatt fontos. Aha, tehát hogy az információ tárolás miatt, illetve a szűkebb szakközönség előtti információ megismertetés miatt fontosak a szakcikkek, poszterek, konferenciák, stb. Ezek a szakmai programok, illetve a célközönséghez tudományos újságokon keresztül lehet eljutni. Hogyan jutunk el a kutatótól, hogyan jut el az információ egy tudományos újság? Vagy bárkinek tépje erre? Mondja nyugodtan. Aha, nagyon jó, tehát van a tudományos újság, író, aki folyamatosan figyeli az e-mailjét, a most a fiókjait, és alig várja, hogy egy kutató végre írja neki, hogy aztán szanaszét terjedjen az információ. Stimmel nagyjából. Viszont... Micsoda? Szerkesztő bizottság. Aha, tehát én a Klubrádióban dolgoztam néhány évig, én voltam a tudományos műsorok szerkesztősége. Egy ilyen műsor volt, és én voltam a szerkesztő műsorvezető, tehát hogy tök jó volt. Igen, próbáltam figyelni folyamatosan, hogy honnan vannak hírek, amivel fel lehet tölteni a műsor. Viszonylag ritkán keresek meg egyébként a kutatók. Tehát az mondjuk egy 10%-a volt az eseteknek, amikor kifejezetten ők keresek arra azzal, hogy van egy szuper felfedezésünk, közé kéne tenni. De hogy ezt miért kérdeztem, és miért zakkantották ki, ennek ellenére tök örülök ennek a felvetésnek. Tudományos újság, hogyan jutnak el az információk, ez volt a gondolatmenetem. Igen, volt-e közületek olyan bármikor, tegye fel nyugodtan a kezét, aki megnyitott egy újságcikket Indexen, bármelyik másik platformon, saját területéről volt benne valami, és így görcsbe szorult a gyomra, hogy lehet leírni egy ekkora baromságot. Ez nem is faj, hanem fajta, vagy fordítva, vagy... Ja, most ezért jelentkeztek. Szuper. Azért úgy látom, hogy legtöbben bólogatnak erre, vagy akár kézzel is jelezték, hogy igen, voltak ilyenek. Mi lehet annak az oka, hogy ez a hülye újságíró, hát ez a munkája, nem?
hogy írja meg a tudományos eredményeket, miért nem teszi? Miért nem teszi pontosan? Olyan nehéz lenne szakkifejezéseket használni, hát ezért kapja a fizetését, nem? A célközönség nem érteni. Nem már szokod a hátra. Szóval nem érteni a célközönség, hogyha az újságíró leírná. Az újság, ki az, aki ezzel egyetért, hogy a laikus közönség nem értené, hogyha az újságíró leírná a pontos kifejezéseket? Aha, szuper. Hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan lehet azt elérni, hogy mégse olyan híreket olvassatok, amitől görcsbe szorul a gyomratok? Mondjad? Kinek a felelőssége az, hogy olyan információ jusson el a másikhoz, amivel a kutató is elégedett lehet? A kutatói vagy az újságírói ebben az esetben? Mondd. Aha. Tehát ezek szerint a kutatókon van egy részről felelősség, hogy úgy tudja tálalni az információt az újságírók felé, hogy még az újságíró is megértse és tovább tudja adni. Szuper. Mindenki egyetért ezzel maradéktalanul? Újságíró is visszakérdezhet, hogyha valamit nem érte. Tehát nekünk is van egyfajta felelősséget. Aha, tehát akkor lehet, hogy ez a kommunikáció itt nem csak ilyen egy irányú, hanem ilyen két irányú folyamatnak kellene lennie? Aha, szuper. Alakul a modellünk, tehát még most fogunk beszélni, vagy építünk fel. Tehát mind a kettőnek azt mondják, hogy valamekkora felelőssége van, hogy hitelesen eljusson az információ a laikus célközönséghez. Ők mit tehetnek szerintetek? A laikus célközönségnek van-e valamilyen felelőssége ebben a folyamatban? Aha, tehát mondjuk több forrásból megpróbálnak tájékozódni. Ez tök általános, ilyen elolvasok egy indexcikket, azt nem... Erre mondok egy példát. Nagyjából, nem emlékszem pontosan a szakterületre, de nagyjából így hangzott az egyik komment az egyik adásom alatt, hogy nagyon tetszenek a műsorok, nagyon tetszik az, hogy hogyan építitek fel, hogyan beszélitek át a különböző témákat, a különböző szakértőkkel. Mivel nagyon hosszan ért és az elején dicsérni kezdett, ezért féltem, hogy mi lesz a vége. Okkal. Szóval hosszasan kifejtette, hogy mennyire tetszik, mennyire precízek a gondolatok, mégis milyen egyszerűen megemészhetők a hétköznapi ember számára, de a múltkori adásban nagyon mellé lőttetek, legyen mondjuk egy biomérnöki téma, vagy egy vegyészmérnöki téma, amikor ez a vegyész ismerősöd volt, hát annyira felületesek voltatok, ne haragudj, én 17 éve dolgozom vegyészmérnökként, én semmi újat nem tanultam belőle. Ismerd a célközönségedet. Tehát valószínűleg a biológiáról szóló adásokat a biológusok kritizálnák ugyanígy, csak ők nem ragadnak billentyűzetet. Tehát, hogy azért lehet érezni, hogy nem feltétlenül fog utána járni az ember ezeknek a folyamatoknak. Amit mondtatok arról, hogy a kutatóknak szerepe van abban, hogy biztassák el az információkat, hát ma délelőtt pont egy nagyon nagy állami szervnek a szóvivőjével dolgoztam együtt, remek munka volt, és ő akadt ki azon, hogy bármikor az adott kormányzati szerven belül kér egyoldalas összefoglalókat, ugye ő a szóvivő, tehát neki kell prezentálni az adott szervnek a különböző működési dolgait. Amikor kéri ezeket az egyoldalas összefoglalókat, rendszeresen megkap egy ilyen 8 oldalas minimum, 8 oldalas összefoglalót, részletes leírásokat, táblázatokat, mindeneket, és mondja, hogy neki a munkája nagy részét ezt teszi ki, hogy tépkedi a haját, vagy ebből hogy szed ki bármit, amit mondjuk egy sajtóközleményben meg lehetne írni. Szóval ez nem csak kutatói oldalon van így, hanem máshol is, hogy nagyon fontos, hogy a szereplők azok megfelelően tudjanak kommunikálni. Van-e bárki szerintetek ebben a folyamatban, akit még be lehetne ide illeszteni, aki tudna segíteni a két folyamatnak az összehangolásában? Mondd!
Aha, tehát akkor mondjuk, tehát legyenek mondjuk a tudományos újságírók itt ebben az esetben, és legyenek a egyéb újságok. Most újság alatt persze értsük a rádió, tévét, meg az összes ilyen lineáris médiát, ahol előfordulhatnak tudományos tartalmak akár, és ők hogyan illeszkedhetnek be ebbe a képbe? Azt majd döntsem elég. Tehát oké, egyrészt hozzájuk is eljuthatnak információk nyilván, másrészt akár kollaboráció is lehet különböző újságok között, tehát akár ez is megoldható. Kicsit sátét nevezzük őket a média oldalának. Szuper. Nagyon jó. Hogyan lehet szerintetek összehangolni azt, hogy ez az információ precízen át is megy egyik helyről a másikra? Vagy bárkinek tépje? Ki az, aki elküldi az újságírónak az információkat? Egy kutatócsoportot nézünk. Ott van egy vezető kutató, ott van a nem vezető, de egyéb kutató, ott vannak alatt a biorobotok, a PhD hallgatók, én is voltam. Alattuk vannak a szakdolgozók, azok a PhD hallgatók nagyon szerencsések, akikhez tartoznak szakdolgozók, mert tudják delegálni a manuális munkát. Nekem nem volt, úgyhogy rengeteget pipettáztam. Ki az, aki közülük szerintetek küldi az infót az újságíróknak? A vezetőkutató, köztük valaki, PhD hallgató, szakdolgozó. A corresponding? Ja, a corresponding author, tehát a valamelyik cikkben. Igen, az elképzelhető lehet, viszont itt jön be egy olyan probléma, hogy nem feltétlenül arra van tréningezve az az adott kutató, hogy megfelelően át tudja adni az információt az újságírónak. Úgyhogy ilyenkor nagyon-nagyon hasznosak például az egyetemnek, karnak, vagy akár egy nagyobb egy intézménynek van egy saját sajtóosztály. Tehát én ide bevenném még a sajtó, vagy PR, vagy kommunikációs, ahogy nevezzük, irodát, akik keresztül el tud jutni az információ, hogy megfelelően le tudják fordítani mondjuk az újságírók nyelvére, át tudják adni az újságíróknak, persze közöttük is lehet oda-vissza kapcsolat, és ők aztán a célközönséghez el tudják jutni. Tehát ez nagyon nagyban tudja javítani a hatékonyságát, vagy tudná javítani a hatékonyságát, hogy eljusson A-ból B-be az adott tudományos helyre. Viszont egy másik kérdést ez felvet, hogy miért kell nekünk kommunikálni a tudományokat? Miért van nekünk szükségünk arra, hogy eljusson az információ A-ból B-be? Azt az előadás elején felvetettem, hogy azért az ember nem az alapján szokta meghozni a döntéseit, hogy rendelkezésére állnak-e az információk, vagy sem. Tehát az ember nem egy racionális lény, hanem egyéb tényezők is befolyásolják a különböző döntések meghozatalában. Van-e bárkinek tipje, hogy miért jó az, hogy a tudományokat kommunikáljuk? Másképp nem tudnának az emberek a tudományokat. Tehát ezt valahogy kommunikálni. Óha. Ja, a felvetés az volt, hogy máshogy nem jutnának el az eredmények az emberekhez. Miért fontos, hogy eljussanak ezek az eredmények? Ezt azért kérdezem, mert nem tudom rá én se a választ, tehát kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Mondom. Tehát keltsük fel az érdeklődést a tudományok iránt. Uh-huh. Milyen cél volt? Tehát ez... Kicsit körbejárjuk ugyanezt a kérdést. Miért jó az, hogy a nagy közönség tud a tudományos eredményekről? Mi a szerepe? Mondd. Hát, hogy olyan eredményt találtak, ami hasznos, hogy a tudományos számára minél több ember tudja, akkor az tudom, hogy minél több ember eljött. Nézzünk egy példát, felfedezik a szalagcím, felfedezik a rák ellenszerét. Miért kell erről tudni? Bárkinek. Kinek segíthet az, hogyha birtokában van az információ? Az orvosoknak. Tehát az orvosok valószínűleg nekik megvan az első csatornájuk, ugye itt a rákkutató felfedezi a rák ellenszeret. Remélem mindenki érzi, hogy nincs olyan, hogy a rák meg a rák ellenszeret. Tehát ez most egy ilyen információ csomagnak fogadjuk el egy kis modell ellennek.
Tehát a kutató felfedezi a rák jelenszerét, közli a többi kutatóval, a többi szakember erre rákapcsolódik, tök jó, innentől kezdve gyógyítják a rákot. Miért jó ez nekem, mondjuk egyszerű újságolvasó embernek, hogy tudok erre? Nem fogok félni a ráktól. Például nem fogok félni a ráktól. Segít nekem meghozni, ha úgy adódik, olyan döntéseket, aminek akár etikai következményei lehetnek. Bizalmat ébreszt bennem esetleg a kutatók iránt. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív hozadéka lehet. Ugye ki fogok állni az MTV elleni tüntetésen, hogy ne darálják be a tudományos életet. Például egy ilyen hatása lehet. Kinek van más ötlete, hogy milyen más hatása lehet annak, hogyha én tudok erről egy egyszerű laikus embertől, hogy megvan a rák ellenszere? Lehet egy szórakoztató oldala is, bármilyen meglepő. Nagyon gyakran információt nem azért fogyasztunk, vagy híreket nem azért fogyasztunk, mert fú, de tájékozottak akarunk lenni, hanem azért, mert ez a szórakoztatásunknak egy formája. Ki az, aki hallotta már az infotainment kifejezést? Aha. Az infotainment az pont arra épül, hogy megszerzem az információt, és ettől nekem nagyon jó. Rengeteg dopamin szabadul fel az agyamban, ja, megvan a rák ellenszere, ennyivel is többet tudok. Lemegyek a kocsmába, el tudom mondani, hallottad, megvan a rák ellenszere. Hú, te milyen okos vagy. Tehát azért ennek vannak ilyen hatásai. Kinek lehet még előnyös az, hogy tudja ezeket az eredményeket? Megvan a rák ellenszere. Orvosok tudják, laikusok tudják. Betegek. Micsoda? Betegek. Ja, betegek ugye a reményt kapják, de ez mondjuk a laikus kategóriába lehet, hogy beletartozik, külön vehetjük. Gyógyszergyára. Gyógyszergyára kapol a szempontból, hogy a ottani dolgozók le tudják gyártani ezt a fantasztikus csodaszert, egyébként a weboldalamon megvásárolható, tehát cifrom még egyébként. Döntéshozók, nagyon jó. Tehát a tudomány kommunikációnak egy nagyon-nagyon fontos feladata, hogy a döntéshozókat tájékoztassa arról, hogy milyen állapotok uralkodnak éppen a tudomány mai állása szerint. Tehát támogassuk azt a gyógyszert, amivel meg lehet gyógyítani a rákot. Engedélyezzük ennek a elterjesztését, stb. Tehát, hogy a döntéshozóknak nagyon-nagyon hatásos lehet az, tudnak arról, hogy van tudomány, tehát, hogy vannak ilyen tudományos eredmények. Viszont felvetődik egy másik kérdés ennek kapcsán. Nagyon-nagyon nehéz kérdés lesz. Mi az, hogy tudom? Na, hogy itt vagytok, tudományos területen tanultok, gondolom tudjátok, mi az, hogy tudomány, nem? Azt elárulom, hogy egy bölcsész PhD-s hallgató barátomtól megkérdeztem, milyen szakon vagy? Szuper, jó. Ő angol szakon van. Tehát, megkérdeztem egy nyelvész barátomtól, aki nagyon-nagyon mélyen beleássa magát mindenféle elméleti kérdésekbe, tudományelméleti kérdésekbe, hogy figyelj már, hogyan definiálnád azt, hogy bölcsészettudomány? És nem tudta a választ. És a legjobb, hogy nem tudott rögtön adni egy választ. Körül lehet írni persze, nagyon sok ilyen terület van egyébként. Körül lehet írni persze, bement a tanszékre, megvitatta a többi kis PhD hallgató barátjával, hogy figyelj már, hogy határoznád meg a bölcsészettudományt, és senki nem tudta egy mondatban meghatározni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen elemekből épül fel szerintetek. Mi az, amitől tudomány a tudomány? Természettudományokra gondolok itt. Mondd! Tehát olyan kutatási, vagy tehát olyan hipotézisek összessége. A kutatásokkal alátámasztották, és nem sikerült még megcáfolni. Tehát, hogyha én publikálok valamit, mindaddig, amíg azt nem cáfolják meg, addig tudomány. Onnantól kezdve mehet a kukába. Ez nagyon-nagyon
igaz, tehát mindaddig, amíg nem cáfolják meg, addig sem lehet biztosra menni. Ilyenkor jönnek ezek a fordulatok, hogy a tudomány mai állása szerint, a méréseink eredménye alapján... Ez egyébként egy nagyon fontos felvetés, amit mondtál, mert ugye a Douglas-Shum modellét köszön vissza, hogy egy kutatótól a pályája során, és most ti is ebben tartoztak, tehát az akadémiai karriernek a alján vagytok éppen, majd nagyon sokan közületek el fog menni, elhagyja ezt a pályát jól fizető állásokért, többen majd beragadnak a rendszerben, mindegy, most nem menjünk bele, nem akarok egy jövőképet festeni elétek. Szóval titeket most arra tréningeznek, hogy minél precízebben fogalmazzatok, mindenre a lehető leghatározottabb kérdést tegyétek fel, és erre a határozott kérdésre egy határozott választ tudjatok adni, természetesen a határokat betartva minden esetben. Tehát nem mondjátok azt, hogy a rák ellenszere, hanem tudjuk, hogy bizonyos tumortípusokra, egérmodellekben, ilyen meg ilyen kezelések hatására ennyi százalékkal csökkent az esélye annak, hogy kialakuljon, hogy ezt meghallja a laikus, király. És ez azért nagyon fontos ez a felvetés, mert azoknak, akiknek van élete és nem a TTK-n szenvednek, vagy itt vagy tehát nekik, ti akkor lesztek sikeresek, hogyha ezt nagyon precízen át tudjátok adni. Akkor lesztek nagyon jó kutatók, hogyha jól átlátjátok ezeket a modelleket, ti magatok is tudtok ilyeneket alkotni, szuper jól megálljátok itt a helyeteket. Tehát a másik csoport viszont a Douglas-Shum másik oldalán, egyre jó. Tehát a modellnek a másik szereplője viszont akkor lesz sikeres, hogyha határozottan választ tud adni valamilyen kérdésre. Tehát, hogyha az újságíró hallotta, hogy nem tudom, megvan a rák ellenszere, úgyhogy fel is hívom az egyik rákkutatót, és meséljen már nekünk erről a rák ellenszerről. Oda tartja a mikrofont, és elmondja a kutató, hogy hát, igen, modelleken tehát megvan a rák ellenszere? Hát ezt nem lehet így megfogalmazni ebben a formában, mert előbb meg kell nézni. Köszönjük szépen, kifutottunk a műsoridőből, kapcsoljuk a stúdiót. Tehát itt már is egy hatalmas ellentét feszül a kutatók és a laikus társadalom között. Egyszerűen a szóhasználatban, egyszerűen a tréningezésben. Ezt leginkább úgy lehetne megközelíteni, szerintem, hogy nem tudom, biztos láttatok már fitness magazin címlapot. Rajta van egy, hát az esztétikai kérdésekben nem menjünk bele, de mondjuk egy esztétikusnak tartott férfi vagy női test, ráírva, hogy akarsz-e ilyen testet, lapozza a 62. oldalra. Ki az, aki sportol közületek mondjuk hetente egyszer? Kétszer? Háromszor? Beletartozik a futás, a nem tudom, ritmikus sportgimnasztika, minden a sakmos nem. Tehát, oké, ki az, aki naponta sportol, vagy versenyszerűen sportol? Szuper. Viszonylag kevesen, azt azért el lehet mondani. Tehát, hogyha odalapoztok a 62. oldalra, és azt látjátok, hogy hát ennek a modellnek a napi edzés rutinja az az, hogy reggel fel kell, 3 órát edz, pihen nagyon sokat, ezt teszik, azt teszik, amaz teszik, majd délután újra van egy edzése, majd megint pihen és eszik, és stb. Akkor így ránéztek, hogy oké, én hogy legyek ilyen? Tehát, hogy nekem erre nincsen időm, nincsen pénzem, nincsen energiám, én nem modell vagyok, én nem ebből élek. Ugyanez van a kutatóknál is. Amikor szembe állnak a nagy közönséggel, most ez legyen újságírói közvetítésen keresztül, vagy YouTube csatornán, vagy bárhogy, szembe állnak a nagy közönséggel, akkor azt várják el a közönségtől, hogy ők ugyanazon a szinten álljanak elméletben, mint a kutatók. És ez nagyon-nagyon nehéz megoldani. Tehát titeket most itt arra tréningeznek, hogy meglátok egy grafikont, kapásból tudjátok elemezni. Tudom, hogy ez gimnáziumban nagyon-nagyon jól megtanulja az ember, csak aztán elfelejtik. Tehát nem foglalkozik ezzel. Nagyon gyakran van, hogy amikor tréningeket tartunk, jönnek a fiatalabb vagy idősebb kutatók, elkezdik az előadásukat, tele van grafikonokkal, tele van ábrákkal, tele van százalékokkal, számokkal. Kutatók egymás között ezt tök jól tudják értelmezni, különösen adott területen belül. De a kívülállóknak nem feltétlenül van meg az a skillsetje, hogy ezt értelmezni tudja. Ilyenkor nagyon fontos, hogy egyszerűsíteni tudjuk a dolgokat, és megfelelően át tudjuk adni ezt az információt. Kicsit elkanyarodtam az eredeti tudományos kérdést, úgyhogy oda menjünk vissza, hogy hogyan pontosítanátok ezt a definíciót, hogy miből áll a tudomány? Mi kell még hozzá, vagy mi kellhet hozzá?
Volt egy, illetve most is van egy barátom, egy elég jó helyen tanít, és szoktam mondani, hogy a dolgozatban csak olyan kérdéseket tesz fel, amire ő sem tudja a választ, mert olyan kérdés minek legyen fel, amire ő maga tudja, úgyhogy várja a diákoktól, hogy megoldják. Szóval nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy pontosan mi tartozik bele a tudományba. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy egyáltalán mi az, ami módszertant elfogadunk, mert ami például az egyik területen egy elfogadott módszertan, másik területen nem feltétlenül. Pszichológusok gyakran használnak olyan módszereket, amitől mondjuk egy biológus is az agyát tépi, bocsánat, a haját tépi, holott viszonylag közel állnak azért egymáshoz, ennek ellenére nagyon nehezen boldogulnak. Viszont a saját területüken elfogadott módszertanokat használnak. Ez nagyon-nagyon fontos része, amit mondtál hipotézis alkotásoknál, hogy megfelelő módszereket használjanak az adott területen. Tehát ezzel például ki lehet egészíteni. Viszont ezzel még mindig nem válaszoltuk meg, hogy miért szükséges, vagy mi a célja a tudománynak. Hát, hogy megismerjük a természeti vagy a társadalmi folyamatokat. A természeti vagy társadalmi folyamatok megismerése. Szuper jó. Ez szerintem nagyon tömör volt. Kiegészíteni valaki? Elfogadjuk? Szuper. Meg lehet máshogy is ismerni a világot? Társadalmi természeti folyamatokat, vagy a minket körülvevő dolgokat? Mi a helyzet a művészetekkel? Mert nem művészetekre alapozzuk a világunk megismerését? Vagy vallásra? Aha, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy objektív lesz valami, onnantól kezdve jó. Tényekben nem tudnak az emberek belekötni. Nagyon-nagyon jó a felvetés, tehát ez tényszerűen megállapított. Ki az, aki bele tud kötni ebbe, hogy a tényekben nem lehet belekötni? Mondjad, hátul. Nagyon jó, ez egy nagyon-nagyon jó felvetés. Mióta van ez a kis tudományos világlátásunk? Mondjuk felvilágosodáskor, a reneszánsz, stb. Akkor kezdett így beindulni a dolog. Néhány száz éve. Hány éve van ember? Hány éve vannak társadalmaink, amik virágoznak, tök jól el vannak anélkül, hogy tudományos módszertant használnának? Valóban nem volt repülőjük, viszont nem is volt légszennyezésük. Nem is voltak egyéb olyan problémák, ami mondjuk a repülésből származik, vagy bármi másból. Tehát azért, ha úgy veszük, azt is mondhatjuk, hogy a tudomány tök fölösleges dolog a világon. Legyen annyi ember, amennyit el tud tartani az adott ökoszisztéma, amennyit az adott fertőzések nem visznek el 100%-ig, és tök jól megvan mindenki, hiszen nincs meg az árnyoldala se. Mondd. Én azért szeretnék kötni. Ja, hajrá! Persze, ez nagyon-nagyon valid, amit mondasz, tehát sokféleképpen fel lehet térképezni a világot, sokféleképpen el lehet jutni A-ból B-be, tehát ha van nekem egy premisszám, egy kiinduló feltételrendszerem, egy kérdésem, el lehet jutni egy konklúzióig, egy végkövetkeztetésig, vagy úgy, hogy folyamatos kutató munkát végzem a kísérleteket, felállítok egy hipotézist, gyártok hozzá különböző tesztmodelleket, oda-vissza cikáznak a gondolataim, meg a módszertanom, pakolom bele a dolgokat a rendszerbe, és a végén kijön egy következtetés, szuper jó tudós vagyok. Viszont ezt meg lehet heurisztikusan is csinálni. Ezt tudjátok, mi a heurisztika? A heurisztika az az, amikor úgy jutunk el egy helyes következtetésig, hogy nem feltétlenül a formális logikán keresztül következtetünk az eredményekre. Az életünk nagy részét így éljük egyébként. Nagyon gyakran úgy jutunk el következtetésekig, amik egyébként helyesek lehetnek, hogy nem előzte meg semmilyen tudományos kutatás. És ez is simán előfordulhat, hogy tapasztalati úton megnézzük, hogy hopp, ide felépítettem ezt a falat, leomlik, de ha egy kicsit vastagabbra építem, nem fog leomlani. Szuper jó. Nem feltétlenül kell ezt tudományos módszertannal alátámasztani, nagy civilizációkat tudok építeni, fú, piramisokat tudok építeni, nem tudom annak mennyi funkciója volt a gyakorlati életben, de tudok építeni piramisokat, viaduktokat, akvaduktokat, mindenféle dolgot. Szóval van-e szükségünk tudományra? Ez a kérdés. Ki mondja azt, hogy van szükségünk tudományra?
Ki mondja azt, hogy anélkül is meglennék tök simán? Aha, mert néhány bátortra nem ide jársz, vagy? Tehát ezt csak azért vetettem fel ezt a kérdést, és próbáltam néhány kritikai pontot is beleépíteni, hogy amint látjátok, lehetnek civilizációk, lehetnek gondolatok, nem feltétlenül tudományos vonalon is. Tehát ugyanoda szeretnék visszajutni, hogy miért kell akkor a tudományokat kommunikálnunk. Ezt lehet, hogy odaadom nektek ilyen házi feladatnak, hogy elmélkedjetek rajta, vagy legalábbis elmentek valahol, úristen, elcsesztem egy órát az életemből, mert ilyen hülyeségekkel kellett szembenni. Nem baj, egy kicsit átérzitek, hogy én mondjuk itt bölcsésznek a helyzetet át. Nem egy magadra, de az is nagyon komoly egyébként. A magyar szóhasználatban tudománynak nevezik a bölcsészettudományokat is. Német eredetből valószínűleg ez a felosztás. Angolban nem hívják tudományoknak őket, nem azért, mert lenézzük őket, hanem egyszerűen humanitiesnek hívják ezt a területet. Egy teljesen más akadémiai disziplinának tekintik, nem lehet rá a természettudományos módszertanokat használni. Vannak persze átfedések, az előbb említettem pont a pszichológiát, ahol billeg a léc, hogy akkor most hova soroljuk, de. Jó, szóval fel lehetetni ezeket. Most nézem, hogy miket írtam még fel, amiről mindenképpen jó lenne, hogyha egy picit eszmét cserélnénk. Célközönségek megszólítása. Azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk kommunikálni a tudományos eredményeinket, már ha szeretnénk. Milyen eszközei vannak az ember egy kutatónak, hogy kommunikálja az eredményeit. A újságot azt megtárgyaltuk. Hol lehet még közzétenni az eredményeinket? Az interneten. Az interneten minden ott van. Szuper. Mi ennek a módszertana? Milyen hivatalosan hangzott? Tehát hogyan csinálod? Esetleg egy weboldalon keresztül, de ugye lehet köztes úton is, például szintén egy kutató beküldi egy sajtó akárminek, és akkor ők az interneten jelenítik meg. Ez nem mondtam sok újat, csak digitálisan. Tehát ugyanez csak digitális formában, tehát azt a média buborékot ki lehet terjeszteni az offline, online, lineáris, nem lineáris, a többi médiákra. Igen, ez egy tök jó felvetés. Senkiben nem fordul meg, hogy a kutató mondjuk maga menjen és, ha nem is előadásokat tart, de maga próbáljon meg kutatásokat kommunikálni az emberekkel? Konferenciák, azok egymás között a kutatók, ahogy beszélnek, laikus célközönséggel. Mondjuk a családjának előtt beszélni. Ez nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Tehát mennyire fontos dolog, hogy az a baj, hogy most eszembe jutott egy történet. De nagyon fontos dolog, hogy a családon belül hogyan tudunk kommunikálni. Az már egy nyert, ugye ezt nagyon gyakran szoktuk tréningeken elővenni. Nem mindig kutatókkal, hanem van, hogy valami műszaki területen, aki dolgozik, nagyon elmélyült, hogyan tudja átadni, hogy mivel is foglalkozik. Nem tudom, programtervező, matematikus vagyok, meséld el a nagymamának, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy van ez a vonal. Tehát az, hogy családon belül át tudjuk adni az információt, az szuper jó. Nekem keresztapám ebből a szempontból, ez kikerül valahova egyébként a felvétel, csak kérdezem. Tehát nekem keresztapám ilyen szempontból mindig is egy ilyen kis mencsvár volt, mert ő orvos, benne bíznak. Ezt hívják autoritásnak egyébként. Autoritás az egy elég bonyolult fogalom, a hatalomra utal nagyon sok esetben tekintélyre. Tehát, hogy úgy fogadunk el információkat valakitől, hogy felnézzünk rá és meg sem kérdőjelezzünk. Vannak olyan autoritási formák is, amit mondjuk törvény ír elő, tehát a rendőr azt mondja, hogy állj meg, akkor meg kell állni, most ebben nem megyek bele nagyon mélyen. Meg vannak ugye olyan autoritási formák is, amikor szülő rászól a gyerekre, hogy mert azt mondtam, tehát hogy ez is egy ilyen forma. Szóval a lényeg, hogy ha én mondok valamit a szüleimnek, akkor általában az az eredmény, hogy jó, de ezt te honnan tudod, miért gondolod, miért így van, stb. De ha keresztapám mondja, aki orvos, egyből igaza van. Igaz, hogy megbicsaklott ez az autoritás kizárólagossága azzal, hogy először vegetáriánus lett, tehát hogy az nem lehet egy orvos vegetáriánus, innentől kezdve furán állunk az összes többi dologhoz. Ráadásul most külföldön, akik hozzáteszem,
most felvetette azt, hogy gombát ki kéne próbálni, mert az a tudatra lehet, hogy másképp hat. Na, onnantól kezdve viszont teljesen összefuszálódott a rendszer, hogy akkor mennyire bízhatunk az orvosokban. Tehát ez nagyon fontos, hogy a családunkkal meg tudjuk beszélni ezeket. Szuper, kutató hazamegy, miért vagy ilyen fáradt, mit csináltál, tud elmondani, hogy miről szól a munkád. Szélesebb körben, internet szóba jön. Kutatói blogokat, vlogokat, podcasteket, bármit szoktatok elhallgatni, amit kutatók tesznek közzé információt a nagy közönség számára? Van-e, aki maga ír, szerkeszt, tervez bármilyen ilyen ismeretterjesztő dolgot közöttetek? Szép! Nagyon jó! A jövő kutatóit láthatjuk, szuper! Mi lehet ezekkel a probléma? Bár ez szerintem valamennyire árnyalja is a képet, hogy megmutatja kép valódiságát, hogy egyik ötök se olvas ilyeneket, vagy követi ilyeneket. Nagyon nehéz eljutni így a célközönséghez, úgyhogy ezért is fontosak, hogy legyenek ezek a csatornák, ahol el lehet juttatni a különböző dolgokat. Felírtam még most, kicsit visszatérek azokhoz a címszavakhoz, amire nem tértünk ki. Felírtam ezt, hogy mennyire fontos a célközönségnek az ismerete, illetve az, hogy magunkat definiáljuk, hogy hogyan vagyunk. Amikor tréningeket tartunk, akkor ezt általában el szoktam mondani, hogy a legfontosabb, amikor előadást tart az ember, vagy írásban kommunikál, de előadói tréningből beszélünk, legfontosabb, hogy az ember tudja, hogy ő miként áll a nagy közönség előtt. Ez az első. Tehát tudd, hogy te milyen szerepben vagy. A második, tudd, hogy a közönséged milyen szerepben van. Amit mindig felszoktam hozni például egészen egy pontig, az az, hogy én nagyon gyakran jártam régebben iskolákba különböző előadásokat tartani. Ilyen science show-kat, kísérletbemutatókat, hasonló dolgokat. És nagyon szerettem, amikor ezek általában ilyen alapítva, vagy ilyen pályázati forrásokból megvalósuló események, egyébként nem lenne pénze a sulinak. Szóval mielőtt elkezdem az előadást, mindig van ott egy politikus, a helyi erős ember általában, aki elmondja, hogy miért nagyszerű ez az adott pályázat, és feláll szembe a alsó tagozatos gyerekekkel, és mondja, hogy szeretettel köszöntöm Önöket. Úgy látom, hogy oké, a célközönséget belőtted, rendben van. Én általában azzal szoktam kezdeni, hogy örülök, hogy ilyen szép számmal itt vagytok, de tudom, hogy kötelező volt, úgyhogy ez árnyalja a képet. Ez általában megnyitja a kapcsolati csatornákat. Szóval ezt fel szoktam vetni, hogy a politikusok mennyire nincsenek képen. Aztán az egyik tréningen egy kommunikációs szakember felvetette, hogy nem, a politikus nagyon is a célközönségének beszél, ugyanis ott az első sorban általában szokott ülni valaki a helyi újságtól, és leírja, hogy mit mondott az újságíró, tehát ő tökéletesen tudja, hogy a célközönség nem ők a gyerekek, hanem az a két ember, aki ott ül. Tehát lehet ezt árnyalni, ezt a képet, tökéletesen működik. Viszont ennek ellenére nagyon fontos, hogy akár előadást tartotok, akár írtok valamilyen témában, mindig azonosítsátok be, hogy ti kik vagytok, és kik a célközönség. Ez nagyon fontos. És itt jön be egy utolsó gondolat, ami megnézíti ezt a folyamatot. Ez angolul a Curse of Knowledge-nak hívják. A tudás átka, azt hiszem, így lehetne legjobban fordítani. Ez szerintem az egyik kulcsa, ami nagyon megnehezíti a kommunikációt a valamilyen szakértő és egy laikus között. Itt nem feltétlenül képzés szerinti szakértőt jelent, bármilyen témában otthon vagytok, sokkal nehezebb kommunikálni erről, beszélni erről másokról. Miért? Azért, mert van ez a kognitív torzítás nevű dolog, ez a tudás átka, hogyha ti beleássátok magatokat valamiben, bármilyen szinten, minél mélyebben vagytok, annál kevésbé tudjátok azt átérezni, hogy a másik fél mit tud ebből az egészből. Nagyon-nagyon gyakori probléma, amikor kiáll valaki mások elé, és elkezdi mondani a saját gondolatait, a saját információit, úgy, hogy feltételezi, hogy a másik oldalon levőknek ugyanazok az információk a birtokában vannak, amire ő az előadását építi.
Ebből is származik az egyébként, amit az elején beszéltünk arról, hogy amikor elküldi a kutató a 8 oldalas, nem tudom, összefoglalóját teleszak kifejezésekkel, ő feltételezi, hogy ezt a másik tudja. Hányszor van ilyen kommentek, mondjuk nálam, igen, ezt tudom, de biztos láthatok ilyeneket fórumokban. Valami témának, tudományos témának a kifejtése van. Ezt nem tudja! Általános iskola 5. osztály! Persze, csak az az illető nem azon a pályán maradt, tehát benne nem maradt meg az az általános iskola 5. osztály. Annak az embernek is simán fel lehetne adni olyan általános iskola 5. osztálybeli kérdéseket, amire ő nem tudná a választ, pedig általános iskola 5. osztály. Tehát ez ugyanez a probléma, úgyhogy ilyenkor azt szoktam javasolni, hogyha bárkivel beszélni kéne, és látjátok, hogy így seképp se, kb. Úgy, mint ti most nekem, tehát látjátok, hogy seképp se hang, akkor gondoljátok át, hogy milyen volt az első, amikor ti találkoztatok azzal a témához. Tehát ez szerintem kulcskérdés, hogy ha az ember a kutatásairól kezd beszélni, akkor gondolját, hogy milyen volt az nap, amikor ő először bement abba a laborba. Amikor először vette a kezébe azt a könyvet, és így kiesett a kezéből, hogy te jó ég. Erről van szó. Egy példa erre, akartam csinálni egy ilyen gyűjtést olyan szavakról, amiket én biztos határozottan emlékszem, hogy érettségikor még nem tudtam. Az egyik ilyen az a kvázi, amivel egyetemen kémia órán találkoztam először, és néztünk egymást, hogy mit mondod? Kvázi? Igen, ez a szó? Annyira megtetszett, hogy egy idő után túlhasználtuk ezt az egészet, de biztos, hogy ez középiskolában még nem ismertem ezt a szót. Gondolom, nektek nem kell mondani, mi az, hogy kvázi. Jó. Másik ilyen, egy gyerektábort tartottunk, és az, akivel tartottam a tábort, ilyen vércsoport meghatározásokat csináltunk a gyerekeknek, és szerettük volna élményszerűvé tenni az egészet, adtunk neki kis kérdőíveket, amiket ki kell tölteni, és mondta a leányzó mellettem, hogy csak azt írjátok oda, ami releváns. 11-esek így még nem néztek ekkora szemekkel, hogy mit írjunk oda. Tehát, hogy nagyon könnyen elviszi az embert a szakmai szóhasználat, nagyon könnyen elviszi az embert az, hogy fú, grafikonokban éljük az életünket. Ezeket muszáj visszavenni egy kicsit. Gondoljátok át, hogy milyen volt az, amikor még ti sem tudtátok ezeket a dolgokat. Gondoljátok, hogy nyissatok ki régi jegyzeteket, mondjuk, bár van köztetek gondolom első éves, de nyissatok ki felsőbb évesek, mondjuk első éves jegyzeteket, és nézzétek meg, hogy Jézusom, én ezt itt tanultam, ami most arra készségszinten itt van bennem. Ne izguljatok majd a szigorlatoknál, meg az államvizsgánál, el fog szállni, tehát, hogy de ez szerintem a másik, hogy ha ez megvan, megfelelően tudjuk egyszerűsíteni azt az információt, amit át szeretnénk adni. Itt is nyilván célközönség szerint. Én emlékszem, amikor az egyik doktori tárgyamból mentem vizsgázni. Van köztetek PhD hallgató, vagy aki végigment ezen a folyamaton? Jó. A doktori iskolákban a vizsgáknál a kimenet az nagyon hasonló reakció szokott lenni, tehát ha valaki azt mondja, hogy holnap délelőtt vizsga, az ugyanaz mesterképzésen, BSC-n, mint PhD-n. Tehát azt fogja mondani az ember, hogy úristen, holnap vizsga, te jó ég. Csak az egyik esetben az a gondolat mögötte, hogy akkor egész éjjel tanulnom kell, PhD-nél meg az a gondolat mögötte, hogy nem igaz, hát méréseket kéne csinálnom, tanítanom kéne, stb. Tehát ilyen hülyeségekkel bombáznak most, hogy még vizsgázni menjek. Szóval kicsit más a vizsgának a szerepe szerintem a doktori iskolánkban, bár gondolom iskola és vizsgája válogatja. Mondjuk ha belegondolok, hogy az én doktorimra az van írva, hogy a növénytermesztés és kertészettudományok doktora, van ilyen, tehát hogy viszonyrendszer szeretném megteremteni. Szóval bementem az egyik növény élettan vizsgámra. Doktori iskolában. Egy nagyon idős professzor volt, 90 körül volt akkor is, szerintem még él egyébként, 10-valahány éve volt, tehát. Bementem hozzá vizsgázni, és általában ilyenkor az szokott lenni, hogy elvárják a tanárok, hogy valamelyik cikküket jól ismer, meg beregesd a hátukat, hogy milyen fantasztikus cikk volt, és mennyire egyetértesz a tartalmával, aztán kapsz egy ügyet. Rendszerint jeles, ha megfelelsz ezeknek a feltételeknek. Szóval beszélgettünk az egyik cikkéről, annak rendes módja szerint, és mondta, hogy azért hadd tegyek már fel egy általánosabb növényélettani kérdést is. Mi a fotoszintézis lényege? Mi
jó, pont erre vagyok most ráállva, tehát elkezdtem neki a fotoszintézisről beszélni, hogy fényfüggő szakasz, fényfüggetlen szakasz, mondja, hogy na, a lényegét mondja már el, hogy mi a fotoszintézis lényege. És akkor ott, hát mondom, ez a lényeg. Egyszerűsítettem néhány mondatban. Szóval, látja, ez a baj magukkal, fiatalokkal. Akkor még ez voltam. Tehát ez a baj magukkal, fiatalokkal, hogy nem látják a lényeget. Na hát akkor professzor úr, mi a lényeg, hatalja. És nagyon kimértem, mondta, hogy a fotoszintézis során a növények, kb. Ez volt a tempóban, most gyorsítok, tehát a növények szervetlen anyagból szerves anyagot állítanak elő. Én akkor úgy jöttem ki onnan, hogy hát kicsit görcsben volt a gyomrom, meg az öklöm, meg minden, de kijöttem, tök jó, túléltem a vizsgát, de úgy éreztem, hogy ez nem doktori iskolába való kérdés. Ennek ellenére nagyon-nagyon sokat foglalkoztat azóta is, tehát ez zakatol a fejemben, hogy lehet, hogy tényleg azt kellett volna ott mondanom, és akkor megveregeti a hátam, hogy én átlátom a lényeget, de néha valóban erre van szükség. Tehát amikor kiállunk a nagy közönség elé, és hiába tudunk mindent a fotoszintézisről, le tudjuk bontani egész apró elemekre, azt újra össze tudjuk gyúrni. Van, hogy az a legfontosabb, hogy a növények szervetlen anyagból szerves anyagot állítanak elő. Köszönöm szépen. Tehát nagyjából ezeket a témákat szerettem volna érinteni, néhányszor így menet közben jutott eszembe, de bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel, mert azért vagyok, hogy itt most megválaszoljam. Lehet rólam, témákról, amivel foglalkozok, hogy bármi, ami eszetekbe így nyugodtan tegyétek fel. Igen? Nem, baj az új egyszerűsítése az, hogy annyira egyszerűsítjük, hogy már nem azt mondjuk velünk, hogy amit akarunk. De. Tehát azt hiszem Einsteinnek tulajdonítják, hogy mindent annyira egyszerűsítsünk, amennyire lehet, de annál jobban semmiképpen. Nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy hol van az, ahol nem több idézőjelben kárt okozunk neki. Itt megint visszautalnék arra a kérdésre, amikor rádióműsorhoz kaptam azt a kommentet, hogy de hát én ebből semmit nem tanultam, meg agyon volt egyszerűsítve, meg minden. Tehát itt megint a célközönség a kérdés. A másik mondás viszont, ami ehhez kapcsolódik, hogy minden bonyolult kérdésre van egy jól átlátható, pontos, precíz, rövid és hibás válasz. Tehát, hogy igen, ez benne van a pakliban, nagyon nehéz meghatározni. És kommunikációban szerintem, főleg ha előadásokat tart az ember, a legfontosabb, és írásban is ez ugyanúgy igaz, hogy csinálja. Tehát próbálja ki, ha látja, hogy ez rosszul ment, mert nem tudom, túl egyszerűsítettem a dolgot, olyan visszajelzések jöttek, akkor legközelebb egy kicsit pofozok rajta, hogy jobb legyen. Minél többször kommunikál az ember különböző közönségeknek, annál jobban fogja látni a különböző célközönségeknek az igényeit. Tehát ezt nem lehet máshogy csinálni, mint gyakorlással gyakorlással. Mint a testépítő, aki egész nap tolja a dolgokat, egyre jobb izmai lesznek, hát én nem az vagyok, tehát ezt szerintem lehet látni. De igen, túl lehet egyszerűsíteni a dolgokat. Más kérdés valakinek? Mondd. A sünmodellre visszakanyarodva. Tettél volna a sünmodell. Ja, a sünmodell. Mit tettél volna az anyuka helyében? Ez egy nagyon jó kérdés, tehát hogy valószínűleg ott is simán működik az, hogyha egy picit bele tudod magad helyezni a célközönség fejébe. Ha nem azt mondom, hogy gondolj bele, hogy mi volt akkor, amikor te 3 éves voltál, de ha nem azt mondom a gyereknek, hogy gyere, elkésünk, hanem gyere, mutatok egy sokkal izgalmasabb dolgot, mert tudom, hogy egy gyereknek arra van szüksége, hogy minél több csodát felfedezzen. Tehát lehet, hogy gyere, megyünk a bölcsibe gyorsan, hogy lehet, hogy ott még megvár minket a másik döglöcsüni, vagy nem tudom. Ha én kis célközönségemnek, annak a nem tudom, 4-5 éves kisgyereknek a fejével, ez nem tudom megbecsülni, hogy hány éves volt, de ha annak a fejével kezdek gondolkodni, akkor lehet, hogy arra fektetem a hangsúlyt. Azt is megértem persze, hogy amikor az anyukának szétmegy a feje, mert 20 millió dolga van, plusz még el is késik a gyerek miatt, meg a döglöcsim miatt, akkor nem feltétlenül abban az állapotba kerül, hogy elkezdjen mérlegelni, hogy milyen gondolatok cikáznak a gyereknek a fejében. De ez megint az a kérdés, hogy mennyire tudok a célközönségemhez igazodni. Mondd. Valaki kamuzik, ezek a...
ilyen fake news, vagy hát mi a véleménye, rossz véleménnyel vagyok róla. Tehát önmagában is nagyon gyakran előfordul, ahogy, ahogy felvetetted, hogy, hogy nem mindig megy át precízen az információ, mert túl egyszerűsítjük, vagy, vagy más okból rosszul megy át az info. Ha ezt szándékosan csinálja az ember, hogy hát annak lehetnek különböző következményei attól függ, hogy mi a célja ezzel, tehát akár büntetőjogi is, viszont ha azért megy az az információ, mert az illetőnek ez a meggyőződése, hogy már pedig igen a citromléjét gyógyítani fogja a rákot, tehát ezt publikálom, és ha nem citromlevet, hanem az én általam gyártott tablettákat veszed, amiben citromlé kivonat van és meggyógyulsz tőle, ez egy tök más kategória. Nagyon fontos szerepe van az oktatásnak itt ebben a kérdésben, szerintem sokkal nagyobb, mint annak, hogy milyen cikkek jelennek meg, meg publikációk, hanem az általános közoktatásnak sokkal nagyobb szerepe van, hogy kritikailag tudjuk elemezni a ehhez hasonló kérdéseket. Mondd. Nem tekintett az oktatás is egyfajta tudomány publikációban. Köszönöm. Más kérdés? De valóban, tehát formális oktatás, igen, azt tudtam, amikor kérdeztem, hogy mi a szerepe, akkor itt elúsztunk ezekben, hogy senki nem válaszolt semmit. De igen, az nyilván az oktatásnak is nagyon fontos szerepe van abban, hogy átadja. De az oktatás ugyanúgy átad más kérdéseket is, tehát művészeti kérdésekkel ugyanúgy foglalkozik. Irodalomóra, rajz, bocsánat, vizuális nevelés, stb. Vallással kapcsolatban kapcsolatos dolgokat, morális kérdéseket. Tehát van, amit mondjuk a tudomány nem tud megválaszolni. Tehát morális döntéseket pusztán tudományos alapon nem nagyon tudunk hozni. Tehát ehhez nagyon fontos, hogy más területekre is kitekintsünk. Igen? Biztos, hogy a kutatónak kell kommunikálni a nem. Biztos, tehát mindenkinek ez működik, mert a kutató jól tud kutatni. De nem tudja ezt kommunikálni, meg nem is a laikusnak kell ezt kommunikálnia. Valóban viszont, hogyha abból indulunk ki, hogy szükségünk van arra, hogy a tudományos eredményeket, vagy az adott tudományterületnek a működését, ez lehet, hogy sokkal pontosabb, hogyha nem csak információt ontunk az emberekre, hogy megvan a rák ellenszere, meg nem tudom, feltaláltuk a örök élet tablettáját, vagy bármi hasonló. Tehát ha nem csak ezeket kommunikáljuk, hanem azt, hogy hogyan működik a mi területünk, hogyan gondolkodunk mi tudománnyal foglalkozó emberek, annak nagyon nagy szerepe lehet. Viszont már abban, hogy a nagy közönség elfogadja azokat az eredményeket, amiket mi később közé teszünk. Viszont ehhez valahogy el kell juttatni ezt az infót. Tehát valami minimális készséggel kell, hogy rendelkezzen egy kutató ahhoz, hogy akár a sajtó irodának, ahol ehhez tudnak segítséget adni, hogy hogyan lehet becsomagolni. Akár, ja, egyébként az ELTE-nek tudom, hogy van kifejezetten erre irodája, a BM-én esküszöm, mielőtt jöttem, rákerestem és nem találtam semmi egységes hasonló sajtóközpontot. Lehet, hogy van, viszont az kommunikáció szempontból nem feltétlenül jó, hogyha egy újságíró kapásból nem találja meg, hogy kihez fordulhat. Zárójel. Szóval igen, nem feltétlenül a kutatónak kell kommunikálnia, de valakivel jó, ha tart kapcsolatot, aki tud segíteni ebben, hogy eljusson az info megfelelő helyre. Ez válasz volt? Részben inkább azt állnám, hogy vannak különböző képességű emberek. Valaki abban nagyon jó, hogy egész az adatban bújja a kérdéseket, meg abban jó, hogy megérti, amit a kutató mond, és azt tudja kommunikálni. De neki nem kell kutatnia, őnek csak érteni kell, hogy mit csinál a kutató. És aztán én viszont arra képest, hogy ezt ne fordítsa annak, akikor igazából tényleg kutatókodnak valami információt akar. De ez kutatócsoporton belül, akár a készségeket felmérve, ezt tök jól lehet látni, ki az, aki erre alkalmasabb, ki az, aki elmehet mondjuk nyilatkozatokat tenni a sajtóba, ha felhívják, stb. Tehát, hogy ez menedzselhető egyrészt ezen a szinten, másrészt pedig ezek a készségek fejleszthetők. Tehát szeretném reklámozni akár a szindikátor, akár a Fénylap programot, tehát lehet rájuk jelentkezni, aztán mindenféle képzéseken részt venni. Tehát valóban fejleszthetők ezek a készségek, úgyhogy érdemes lehet erre hangsúlyt fektetni, ha az ember érzi a motivációt. A motiváció pedig többnyire különböző támogatásokban szokott megjelenni, tehát hogyha nincsen diszemináció egy projekthez, akkor általában nincsen támogatási pénz sem hozzá, úgyhogy vannak ilyenek. Mondd! Én igazából azt szeretem már ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy azt, hogy minden tudja a létezik átadni az ember, az mennyire lehetséges, és mennyire kell elszületni, hogy mindenki tehetségesen jó és igazából
Ugye most a laikus oldalról erre kéne egy nagyon határozott választ mondani, hogy 34, most 42, hát számoltam. Másik oldalról pedig, hogy ez nagyon sok tényező befolyásolja, stb. Stb. Tehát erre nem fogok tudni választ adni, nincs hozzá ismeretem, de nekem az lenne a ilyen ez hasonlítésszerű megérzésem, hogy valamennyi tehetség valószínűleg kell hozzá, vagy affinitás ahhoz, hogy egyáltalán rávegyük magunkat arra, hogy beleálljunk, és csináljuk a dolgokat, de fejleszthető mindenki valamilyen szinten. Most, ha nem tudom ki az, aki tudom, hogy volt, aki ott volt a szindikátor döntőn tavaly. Tudjátok, mi a szindikátor? Tegye fel a kezét, aki nem tudja, hogy mi az. Jó, szuper! A szindikátor program az egy tudománykommunikációs tréning egyetemistáknak, illetve a fiatal kutatóknak. Abból áll, hogy körülbelül 2-3 hónapon keresztül gyúrjuk az embereket, hogy ki tudjanak állni a nagy közönség elé, és egy kis pitchet, vagy 3 perces előadást tudjanak tartani a saját területükről. 3 perc az nem tűnik olyan soknak, de iszonyatosan nehéz full laikusoknak előadni a témátokban, és úgy, hogy ezt meg is értsék. A legnagyobb problémája ennek a programnak szerintem, és kapcsoljátok ki a kamerákat, szerintem a legnagyobb problémája a programnak, hogy mi kiválasztjuk azokat az embereket, eddig ez szerint választottunk, hogy ki az, akiben látjuk azt a potenciált, nem feltétlenül jónak kell lennie, hanem azt a potenciált látjuk benne, hogy a csapatban jól fog tudni dolgozni, jól fog tudni együtt fejlődni mindenki mással, tudnak egymásra hatni, és majd valami szuper jó eredményt fogunk látni a végén. Tehát nem azt nézzük, hogy ki az, aki nulláról indul és el lehet jutni nagyon magasra, de nem is azt, hogy a szuperekből próbáljunk meg még szuperebbet csinálni. Viszont ennek ellenére nagyon jó kis sikersztorikat látunk, amikor volt egy olyan résztvevő az első szériában, matematikus volt, annyit elárulok, amikor először ki kellett állni tizenvalahány ember elé, tehát nem százezrek tomboltak egy stadionban, csak annyit csinált, hogy felállt a helyéről, körben ültünk, megfordult, meglátta a tizenvalahány embert, és így beugrott a paraván mögé, a projektorvászon mögé. Tehát én felnőtt embertől, vagy közel felnőtt embertől, most nem láttam ennyire éles reakciót arra, hogy úristen, embereknek kell beszélnem. És amikor elértünk a döntőig, az az illető ott állt kín, sokkal több ember előtt, egy hatalmas színpadon, mögötte iszonyatosan ütő szlájdok mentek. Designer is dolgozik a csapattal, improvizációs színész, tehát hogy sok oldalról támogatjuk ilyenkor az embereket. És ott állt, és szuper határozottan beszélt a hálózatokról és arról, hogy miből áll a matematika. Tehát hogy látok ilyen sikersztorikat, hogyha megvan az emberben az elhivatottság, akkor el tud jutni hát abból a szintből, hogy beugrom a vászon mögé, odáig, hogy ki tud állni. És hogy miért mondom, hogy a programnak van azért egy erős hátrány ebben, hogy nem tudjuk megmutatni a nagy közönségnek azt, hogy honnan hova jutottak. Pedig ezek a sztorik szuper jók lennének, de egyrészt nem szeretnék ők maguk se, hogyha közzé tennénk az első felvételeket, ahol remegő lábbal próbáltak bármit, ez tök érthető bemutatni, viszont nekünk meg nagyon jó lenne a program szempontjából, hogy megmutassuk, hogy innen ide tudtunk eljutni. Úgyhogy vannak ilyen lehetőségek, meg lehet ezekkel élni. Egyébként szerintem rövidesen kiírják majd az ideit, hogyha valaki gondolkodik hasonlóban, szindikator.hu. Más kérdése van valakinek? Mondd! Nekem az lenne a kérdésem, hogy ha azt mondjuk, hogy jelenleg azt történik, hogy a laikusok, akkor nem lenne jobb az, hogyha azt mondanánk, hogy a laikusok ne értsenek hozzá, hanem fogadják el, hogy ez egy olyan dolog, amihez csak a tudósok értenek, és minden csak úgy fogadnak el, és nem jött hozzá a tudományos döntéseket. Ez nagyon sok kérdés felvet, de szuper jó felvetés volt. Tehát, hogy a tudományon alapuló döntéseket hozzák azok, akik a tudományhoz közel állnak, ez oké, védhető valamilyen szinten.
hol kihúzza meg azokat a határokat, hogy mi az a döntés, amihez tudósok kellenek, és ők adják hozzá az inputot. Mivel indokolja az ember azt, hogy a többiek ki vannak zárva ebből a döntéshozásból? Tételezzük fel, egy, nem tudom, hulladék égetőt akarnak a szomszédodban felhúzni. Jelenleg erről mondjuk egy népszavazást ki lehet írni, hogy akarom a hulladék égetőt, vagy nem. Most azt mondjuk, hogy a X tudós kiszámolta, hogy úgyis arra megy a szél, nem fog gondot okozni, tehát az ő szavára fogunk hallgatni. Ez például egy tök valid dolog, ez előfordul nagyon sok helyen. Oda mennek a kutatók egy lakossági fórumra, vagy nem feltétlenül kutatók, de azok a mérnökök, akik ezzel foglalkoznak, előadják a nagy közönségnek, a összegyűlt falubelieknek például, hogy mi a téma, és onnantól kezdve nyitott a kérdés, hogy akkor erről most ki fog dönteni, megtámadják, nem támadják, meg jellemzően nem szeretné senki, hogy hulladékégető legyen mellette, akármit is mondanak a kutatók. Szóval ez ebből a szempontból elég aggályos szerintem, vagy aggályos lehet, de szerintem nagyon sok oldalt fel lehetne még itt vetni, hogy miért nem feltétlenül egyszerű. Másik dolog, ami a kérdésnek az eleje, a Dunning-Kruger effektusról hallottatok? Ez nagyjából azt akarja, hogy minél kevésbé értesz egy témához, annál nagyobb szakértőnek érzed magad. Egyébként ez egy nagyon komoly felmérés, megkutatás, ennek ellenére Ig Nobel-díjat kapott, mondjuk elég vicces. De valóban erről van szó, hogy, és ennek a fordítottja is igaz, minél jobban beleásod magad egy témába, annál kevésbé mersz kiállni és állítani magadról azt, hogy te ennek a full expertje vagy. Tehát nem tudom ebből a szempontból például, hogy ki az, akit meg fogunk kérdezni, vagy még kutató lesz az, akinek a szavára fogunk adni. Különösen, hogy vannak ezek a kétes területek, amit említettél, hogy megcáfolták, nem cáfolták meg, bízhatunk ebben a kérdésben. Ki az, aki erről döntést fog hozni, hogy akkor kinek fogunk igazat adni? Mondjuk, jó, ezt lehetne ragozni sokfelé. Ez egy nagyon nehéz kérdés, amit feltettél. Valakinek könnyebb? Más kérdése? Hanem akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, azt, hogy a végére azért elég aktívak voltatok. Lehet, hogy nem azzal a kezdéssel kellett volna kezdeni, amivel, és akkor menet közben is több választ kapok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és áldoztátok rám ezt az időt. Remélem azért valamennyit haza tudtatok ebből vinni, vagy haza fogtok tudni vinni. Köszönöm szépen!